A paradoxonok rendkívül érdekesek és izgalmasak, legyen szó akár az olyan nagyobb volumenekről, mint a Fermi paradoxon, amely arról szól, hogy látszólag szinte végtelen számú csillag és bolygó van az univerzumunkban, akkor hogyan lehet, hogy még soha nem találkoztunk semmilyen intelligens életformával, az egészen olyan aprókig, mint a hazug paradoxon. Ez a következőképpen néz ki, azt mondom nektek, hogy ez a mondat hamis. Hogyha ez a mondat igaz, akkor az azt jelenti, hogy ez a mondat hamis, tehát ez a mondat nem lehet igaz. Viszont ha ez a mondat hamis, akkor az azt jelenti, hogy ez a mondat igaz, hiszen ez a mondat tényleg hamis, amiből az következne, hogy ez a mondat igaz. Leállt az agyad tőle? Hát igen, ez a szép a paradoxonokban. Ráadásul, akinek egy videónyi paradoxon nem elég, annak jó hír, hogy ezzel a videóval párhuzamosan kiment egy videó exkluzívan támogatóknak, hogyha csatlakoztok a csatorna támogatóihoz, akkor nem csak ezt a videót tudjátok megnézni további érdekes és izgalmas paradoxonokról, hanem még más további 40 darab exkluzív támogatói videót, úgyhogy kit érdekel a dolog, az csapjon le rá. Az internetes védelmed esetében szó sincs paradoxonokról, hiszen egy ellentmondás mentesen fontos és hasznos dologról van szó, amiben a mai videó támogatója a díjnyertes NordVPN tud segíteni neked. Szeretnél a kedvenc kávézód nyílt wifi-jén is biztonságosan netezni? Akkor ott van neked a NordVPN Threat Protection rendszere, ami teljes körű védelmet biztosít. Szeretnél az őszülésen is magyar nyelven nézni filmeket és sorozatokat, vagy szeretnél játszani egy olyan játékkal, ami csak az USA-ban jelent meg? Tedd át a lokációdat egy másik NordVPN szerverre, gyorsan, egyszerűen és biztonságosan, és már csinálhatod is. Szeretnél megszabadulni a targetált hirdetésektől? A NordVPN elrejt téged a nagy testvér figyelő tekintete elől, és véget vet a szenvedéseidnek. Ráadásul szinte mindenféle eszközön használhatod a NordVPN-t, és a net sebességétől sem kell tartanod, hiszen a világ leggyorsabb VPN szolgáltatásának választották meg. Szóval sok szempontból hasznos NordVPN-t használni, ráadásul ha most ellátogatsz a nordvpn.com/tanulom linkre, akkor nem csak óriási kedvezménnyel fizethetsz elő a szolgáltatásra, de több hónapon keresztül díjmentesen használhatod azt. Ráadásul, ha valamilyen csoda folytán nem tetszik, akkor 30 napon belül lemondhatod és visszakapod a teljes befizetett összegedet, tehát nincs mit veszítened. Minden információt és linket megtaláltok a leírásban. Mint mindig, természetesen most is nagyon várom a véleményeteket a kommentekben, írjátok le, hogy ti mit gondoltok a témáról, melyik volt számotokra a legérdekesebb és legizgalmasabb paradoxon, ami szerepelt a videóban, nektek van-e esetlegesen valamiféle megoldástok ezekre a paradoxonokra, illetve vannak-e még olyan paradoxonok, amiket ti ismertek és szerettek, viszont ebben a videóban nem szerepeltek, szóval írjatok le mindent a kommentekben. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam csatorna, én Atis vagyok, a mai videónk témája pedig a paradoxonok. A krokodil paradoxon. A krokodil paradoxon megértéséhez képzeld el, hogy egy krokodil elkap egy gyereket, az anyja pedig könyörög neki, hogy hát adja vissza neki a gyerekét, és a krokodil azt mondja, hogy visszaadja neki a gyereket, hogyha az anyja eltalálja, hogy ő, a krokodil, mit fog cselekedni, tehát szerinte vissza fogja adni a gyereket, vagy sem. Az anyuka erre azt mondja a krokodilnak, hogy nem fogod visszaadni a gyerekemet. Emiatt viszont kialakul egy paradoxon. Hiszen ha a krokodil nem adja vissza a gyereket, azáltal validálja az anyuka kijelentését, tehát az anyuka jól tippelt, tényleg nem adja vissza a gyereket, tehát vissza kell adni a gyereket, ahogy megígérte. Viszont ha a krokodil visszaadja a gyereket, akkor devalidálja az anyuka kijelentését, hiszen az anyuka azt mondta, hogy nem adja vissza, tehát nem találta el, emiatt pedig nem adja vissza neki a gyereket. Viszont ha nem adja vissza a gyereket, akkor az anyukának megint csak igaza van, tehát egy végtelen paradoxonba kerültünk bele. Ez a paradoxon rávilágít arra, hogy milyen nehéz prediktálni olyan cselekedet, amik mások kijelentésén alapulnak, illetve hogy az okság hogyan alakul, hogyha önmagára visszaható kijelentések szerepelnek benne. A krokodil paradoxon egyébként a különféle hazug paradoxonoknak egy változata, amiket én nagyon szeretek, úgyhogy gyorsan mutatok még egyet-kettőt belőlük. Ott van például a Pinocchio paradoxon. Ugye mindannyian ismerjük a mesét és tudjuk, hogy ha a Pinocchio hazudik, akkor megnő az orra. Viszont mi van akkor, hogyha Pinocchio azt mondja, hogy most megnő az orrom? Ekkor nem nőhet meg Pinocchio óra, hiszen csak akkor nőhet meg, ha hazudik, viszont ha megnő az orra, akkor Pinocchio igazat mondott, hogy megnő az orra, viszont ha igazat mondott, akkor nem nőhet az orra. Viszont ha nem nő meg az orra, akkor hazudott azzal a kijelentéssel, hogy most megnő az orrom, tehát meg kellene nőnie az órának, viszont nem nőhet meg az orra, mert akkor igazat mondott. Viszont a létező legegyszerűbb hazugság paradoxon az úgy néz ki, hogy odaállsz valaki elé, és azt mondod neki, hogy én most hazudok. Ha tényleg hazudsz, akkor igazat mondtál, viszont ha igazat mondtál, akkor hazudsz. Tézeusz hajója paradoxon. Tézeusz görög hős és legenda hajóját az aténiak megőrzik a kikötőjükben, viszont meghagyják a hajó ácsnak, hogy folyamatosan renoválgassa ezt a hajót, tehát mikor azt látja, hogy egy-egy palánk az kezd elkorhadni, szétesni, akkor cserélje ki azt egy új palánkra, hogy a hajó sokáig megmaradjon és dicső emléket állítson
Tézeusz legendájának és kalandjainak. Szépen telnek az évek, a hajó át cserélgeti ki a palánkokat új palánkokra, ám egyik napon, ahogy kicserél egy palánkot, rájön, hogy ez volt az utolsó, amit kicserélt, tehát egy teljesen új, vadi új, ahogy a magyarban mondják, hajó állott. Ekkor viszont adódik a kérdés, hogy ez még mindig Tézeusz hajója? Hiszen minden egyes palánk darab ki lett benne cserélve, tehát Tézeusz tulajdonképpen erre a hajóra rá sem tette a lábát. Ez a gondolatkísérlet és paradoxon tulajdonképpen az állandóság és változás, illetve a rész és egész viszonyát és identitás kérdését boncolgatja. A The Merological Theory of Identity szerint az identitás a részekhez kötött, tehát minél kevesebb része van meg a hajónak, annál kevésbé lesz Tézeusz hajója. De ez felveti a kérdést, hogy mely ponton még Tézeusz hajója az a hajó, és mely palánk kicserélésekor mondhatjuk azt, hogy az már nem Tézeusz hajója. A The Functional Identity Theory szerint egy dolog identitása a funkciójában, formájában, struktúrájában gyökerezik, tehát amíg ezt megőrzi, addig Tézeusz hajója marad annak dacára, hogy az egyes részei lecserélődtek. A The Spatio-Temporal Continuity Theory szerint, mivel a cserék időben folyamatosan, térben egy helyen és apró szinte alig észrevehető formában mentek végbe, így a hajó megőrizte az identitását. De még tovább bonyolítja ezt a történetet, hogyha azt mondjuk, hogy a hajóács Tézeusz iránti tiszteletből a régi palánkdarabokat nem dobta ki, hanem mindig, amikor lecserélte, azokat a palánkdarabokat összeillesztette, és az utolsó palánkdarab cseréjekor összeállt tulajdonképpen Tézeusz régi hajója a műhelyében, tehát ott van az új hajó a kikötőben, és a régi hajó a műhelyében, akkor most melyik igazából Tézeusz hajója? Mondhatjuk, hogy az új hajó, ami ott áll a kikötőben, hiszen azzal állt be Tézeusz konkrétan a kikötőbe és ott hagyta, oké, hogy részről részre le lett cserélve, de hát csak az a hajó volt az. Mondhatjuk, hogy a régi hajó igazából, hiszen azokon a palánkokon sétált konkrétan Tézeusz, igaz, hogy azóta egyesével lett újra összerakva egy másik helyen. Mondhatjuk azt, hogy egyik sem, és azt is, hogy mindkettő. Ha modern köntösbe költöztetjük ezt a paradoxont, akkor érdemes megfigyelni a saját testedet, amiben folyamatosan halnak el a sejtek és cserélődnek ki új sejtekkel. Tulajdonképpen 7 évente minden egyes sejt lecserélődik a testedben, tehát az az ember, aki 7 évvel ezelőtt voltál, tulajdonképpen meghalt, ő már egy teljesen másik ember, és egy teljesen másik ember áll most ott, vagy ül, vagy nem tudom mit csinálsz éppen, amit csinálsz ebben a pillanatban, tehát egy teljesen új ember van ott, hiszen minden egyes sejted lecserélődött. Adódik a kérdés, hogy te ugyanaz az ember vagy, egy régi ember, új ember, egy másik ember, vagy mi történt itt? Ha pedig a jövőbe tekintünk, akkor szintén adott lesz ez a probléma. Képzeld el, hogy már képesek vagyunk mindenfajta testrészünket lecserélni robottechnológia, robottestrészekről, az adott testrész már nem működik, levágják a kezedet, kapsz egy robotkezet, lecseréled a másik kezedet, egyik lábadat, másik lábadat, lecserélik a szemedet, a füledet, kapsz parókát, aztán már a belső szerveket is képesek vagyunk lecserélni, lesz új szíved, ami bemondta a szolgálatod, tüdőd, májad, veséd, gyomrod, bélrendszered, mindened, és aztán meg szépen elkezdik lecserélni az agyad egyes részeit is, amik mondjuk felmondták a szolgálatot. Adódik a kérdés, hogy mely ponton vagy te még te, és mely ponton leszel egy robot. És ha már teljesen lecserélték minden egyes testrészedet, minden egyes sejtedet és molekuládat robotra, akinek ugyanaz a tudatossága, ugyanúgy gondolkodik, ugyanúgy létezik, mint te, csak már nincsen emberi szövete, az még mindig te leszel, vagy már nem te leszel? És hol szűnik meg a te, és hol szűnik meg a robot, hol kezdődik a robot te? Nagyon érdekes kérdéseket boncolgat ez a paradoxon. Achilles és a teknős paradoxon. A nyúl és a teknős meséjét mindenki ismeri, viszont míg ez inkább egy morális kérdéseket boncolgató tanmese, addig Eloi Zénónak az Achilles és a teknős meséje az egy matematika-filozófiai probléma. Eszerint ugyanis Achilles és egy teknős versenyt futnak, viszont azt állítja Eloi Zénó, hogy Achilles soha nem érheti utol a teknőst, annak dacára, hogy nyilvánvalóan Achilles sokkal gyorsabb, mint a teknős, hiszen egy görög hős félistenről beszélünk. Nézzük meg, hogy miért lehetséges ez. Lévén Achilles egész magabiztos a saját képességeiben, így ad egy kis előnyt a teknősnek, aki már 100 métert megtett, amikor Achilles végül úgy dönt, hogy akkor ő is beszáll a versenybe. Titelezzük fel, hogy leegyszerűsítsük a példát, és könnyebben érthető legyen, hogy Achilles egészen pontosan 10-szer gyorsabban fut, mint a teknős. Na már most Achilles ugye elég gyorsan fut, így viszonylag hamar eléri a teknősünk korábbi pozícióját, az a 100 méteres vonalat. Igen ám, de ekkora a teknős, ő maga is haladt előre, ő 10 métert haladt előre az előző 100 méteres vonalhoz képest, tehát 110 méternél jár. Achilles tovább iramodik, és mire eléri a 110 méteres vonalat, addig a teknős már 111 méternél jár.
Achilles megint csak fut tovább, és mire egy métert halad előre, addig a teknősünk 0,1 métert megy előre. És így tovább, ezt tulajdonképpen a végtelenségig folytathatjuk ezt a folyamatot, és eljött az a pont például, amikor Achilles 10 nanométert szalad előre, és addig a teknős 1 nanométert haladt előre, és Achilles még mindig nem éri utol a teknőst. Ez a példa tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy két természetes szám között tulajdonképpen végtelen tört számot tudunk létrehozni. Paradoxon abban rejlik, hogy az elménk számára elég nehéz azt megérteni, hogy végtelen számú lépés egy véges eredményt adhat ki, és ezért is fontos megérteni a különféle határértékeket és a konvergens sorozatokat. Akasztott ember paradoxon. A történet szerint felségsértés vágyával börtönbe kerül egy illető, a király meghozza az ítéletét, és azt mondja, hogy kivégzés lesz, akasztás lesz, viszont azért, hogy tovább szenvedtesse szegény rabunkat, és még kegyetlenebb legyen a büntetése, nem mondja meg, hogy a jövő héten melyik nap lesz a kivégzése, csak azt, hogy délben, viszont melyik nap, az meglepetés. Viszont azért, hogy a saját szenvedéseit enyhítse, és kitalálja, hogy melyik nap lesz a kivégzés, elkezd okoskodni a rab, és azt mondja, hogy hétvégén nem szokott kivégzés lenni, úgyhogy a kivégzés valószínűleg pénteken lesz. Viszont pénteken nem lehet a kivégzés, hiszen hogyha ő csütörtök délben életben van, az azt jelenti, hogy nem csütörtökön végezték ki, akkor csak és kizárólag pénteken lehet a következő napon a kivégzése, akkor viszont nem lehet meglepetés, a király viszont azt mondta, hogy meglepetés lesz a kivégzés, tehát pénteken nem lehet a kivégzés. Tovább okoskodik a rab, és azt mondja, hogy csütörtökön sem lehet a kivégzés, hiszen hogyha szerda délben még életben van, akkor tudható, hogy másnap lesz a kivégzés, tehát az nem lenne meglepetés, tehát akkor sem lehet a kivégzés, és így folytatja szépen tovább a rab, egészen eljut hétfőig, amikor is azt mondja, és rájön arra, hogy hát egyik nap sem lesz jövő héten a kivégzés, hiszen egyik nap sem lenne meglepetés. Szerda délben aztán kiviszik, és legnagyobb meglepetésére kivégzik, és felakasztják a rabot, és így valóra vált a király predikciója, hiszen meglepetés lett neki a kivégzése. A paradoxon alapvetően abban gyökerezik, hogy ugye a rab úgy okoskodott, hogy nem végezhetik ki, hiszen akkor nem lenne meglepetés, viszont pont ezáltal hozta létre azt a szituációt, hiszen megbizonyosodott róla, meggyőzte saját magát, hogy nem végezhetik ki, hogy gyakorlatilag bármelyik nap kivégzik, az meglepetés lesz saját számára, tehát saját számára előidézte a király kondícióját tulajdonképpen. Egyszer s mindez a paradoxon boncolgatja az intuíció és a logika kérdéskörét is, hogy melyikre, milyen formában, milyen arányban, milyen egyensúlyban támaszkodjunk, hiszen a logikája azt mondja a rabnak, a következtetése által, hogy nem végezhetik ki a következő héten, hogy az intuíciója sugallta volna neki, hogy ez valószínűleg, ez így nem helyes, hiszen a király elég határozottnak tűnt abban, hogy mindenképpen ki fogja végeztetni. Érdekes belátást enged ez a paradoxon abba, hogy a tudás, a valószínűség, az elvárások és a logika milyen relációban van egymással, és ezek fényében hogyan vezethet minket a logika is tévútra tulajdonképpen. A Schrödinger macskája paradoxon. A Schrödinger macskája az egyik legismertebb paradoxon, ami bekúszott a popkultúrába és a köznyelvbe egyaránt, és nagyon sokan hivatkoznak rá, noha nagyon sokan nem is tudják, hogy tulajdonképpen miről szól ez a paradoxon, és milyen elmélet áll a hátterében. Erwin Schrödinger 1935-ös gondolatkísérlete tulajdonképpen a kvantummechanika világába kalauzol el minket, és azt mutatja be, hogy milyen abszurd eredményekkel jár az, hogyha a kvantummechanika törvényeit, törvényszerűségeit megpróbáljuk a valós fizikai dolgokon keresztül bemutatni és reprezentálni és alkalmazni rájuk. Mert hogy a kvantumrendszerek úgynevezett szuperpozíció formájában léteznek egészen addig, amíg meg nem figyeljük őket. Egy atom esetében például ez azt jelenti, hogy egészen a megfigyelés pillanatáig egyszerre lehetnek lebomlott és nem lebomlott állapotában. Viszont azáltal, hogy megfigyeljük, hatással is vagyunk rá, ami hatás miatt a részecske hullámfüggvénye összeomlik, és a lehetséges alap vagy saját állapotai egyikébe kerül. Tehát a mérés maga egy bizonyos állapotba taszítja az anyagot, ami vagy ez, vagy az, ennek köszönhetően viszont soha nem tudhatjuk meg, hogy a mérés pillanata előtt milyen formában létezett tulajdonképpen. Azért választotta Schrödinger a macskát példaként, hogy ezáltal mutassa be a kvantummechanika abszurditását, úgymond a logika számára, hiszen a macska a mérés pillanata előtt ugye szuperpozícióban létezik ott, tehát egyszerre lehet halott és élő is. Maga a kísérlet úgy néz ki, hogy egy macskát helyezünk egy lezárt dobozba egy radioaktív atommal, egy Geiger számlálóval, ami érzékeli a sugárzást, és egy mérgező anyagot tartalmazó üvegcsével és egy kalapáccsal.
Ha a Geiger számláló sugárzást észlel, tehát az atom elbomlik, a kalapács eltalálja az üvegcsét és a méreg elpusztítja a macskát. Ha az atom nem bomlik el, a macska életben marad. A macska se nem élő, se nem halott a megfigyelésig, kvantum szuperpozícióban lévő macska, a megfigyelés hatására viszont vagy az egyik, vagy a másik irányba megy a rendszer. Természetesen ez csak egy gondolatkísérlet, úgyhogy figyelem, a Schrödinger macskája paradoxon, illetve kísérlet folyamán egyetlen macska sem sérült meg. Ezeket a paradoxonokat hoztam nektek ebbe a videóba, nyilvánvalóan rengeteg ilyen paradoxon van, viszont igyekeztem úgy összeállítani nektek, hogy több fajta különféle legyen. Ugye az első az egy nyelvi, pragmatikai, szemantikai paradoxon volt tulajdonképpen a hazugságokkal. Tézeusz hajója különféle pszichofilozófiai kérdéseket boncolgat az identitással kapcsolatosan. Achilles és a teknős paradoxona az tulajdonképpen egy matematika-filozófiai probléma. Az akasztott ember pedig egy gondolkodásbeli, logikai, kognitív paradoxon, ha úgy tetszik. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a tanulom magam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyöntsétek le a véleményeteket a komment szekcióba, és írjátok le, hogy ti mit gondoltok ezekről a paradoxonokról. Hogyha szeretnétek még további paradoxonokat látni, akkor csatlakozzatok a csatorna támogatóihoz, és akkor azt a videót is, és még további 40 támogatói videót meg tudtok nézni. Ha szeretnétek beszélgetni különféle érdekes kérdésekről, akkor csatlakozzatok a Tanulom Magam subreddithez. Ha pedig velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat szeretnétek látni, akkor csekkoljátok le az Atis Instagramot, ott megtaláltok minden ilyesmit. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Addig is. Sziasztok!